Minden 2015. december 31-e után született gyermek számára életkezdési támogatást ad az állam. Ez egyszeri 42.500 forintot jelent. Ezt egy minimális kamatozású letéti számlán helyezik el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és egy úgynevezett babakötvényben kamatozzon, egy start értékpapír számlát kell nyitni a szülőnek vagy egy hozzátartozónak az államkincstárnál. A babakötvény futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év, az alapcímlete pedig mindössze 1 forint, tehát bármilyen kis összeggel megvásárolható. Az állam papírváltozó kamatozású, ez biztosítja a befektetett összeg értékállóságát. A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció százalékos mértékével, a kamatprémium mértéke pedig 3%. Ennek alapján idén 5,4% a kamat, mert tavaly 2,4% volt az infláció. A kamatot minden év február 1-én írják jóvá a start értékpapírszámlán. Az éves befektetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6000 forint összegű támogatást is jóváírják. Az itt lekötött összeg hozama illeték is adómentes. Ezen felül a számla vezetése is díjtalan. Ahogy a táblázat is mutatja, a nyitó összeg minden esetben 42.500 forint. A gyermek 18 éves korára, ha a szülő semmit nem fizet, akkor minden évben egy 3%-os inflációt feltételezve a lejáratkor 128.500 forintot kaphat készhez a gyermek. Ha a szülők havonta csak egy ezrest fizetnek, akkor 19 év alatt 574.200 forint gyűlik össze. Azonban ha a szülők már 5.000 forintot tudnak félretenni havonta erre a számlára, akkor a gyermek felnőtt korára 2.339.000 forinttal a zsebében válik nagykorúvá. Ez az összeg már elegendő lehet jó pár évnyi tandíjra, vagy az önrészt is fedezheti egy kisebb lakás vásárlása esetén. Ha minden magyar gyermek után igénybe vették volna a maximális támogatást, 500 milliárd forint lenne a babakötvény állomány. A valós érték azonban ennek csupán körülbelül a tizede, 45 milliárd forint. Hiába jó a megtakarítási forma, sokan nem értik még ma sem, hogy miért érdemes az állami kedvezményt igénybe venni, olvasható a napi.hu oldalon. A babakötvényről elvileg a védőnők tájékoztatják a szülőket, de sok emberhez mégsem jutnak el az információk, vagy pedig visszatartja őket a számlanyítási kötelezettség.